A napraforgó már lekerült erről a vőnek való földről, sőt, az őszi kalászos, ez esetben őszi búza is direkt vetéssel bekerült a talajba, ahol még látható az előző fővetésű kalászos és a legutóbbi napraforgó szármaradványa is. Halásziban járunk Lajos Misiék gazdaságában, ahol folytatódik sorozatunk ezúttal az őszi direktvetéssel, és foglalkozunk egy picit a mákkal is. Gribek Dani vagyok, ez itt a Hektár Vlog. Tartsatok velem! A szármaradvány a csapadékok hatására jobban itt maradt, megőrződött, illetve mi nem daraboltuk fel késes hengere, hanem eredeti állapotába hagytuk a tarlót. Én úgy szeretném átadni ezt a gazdaságot a gyerekeknek, a fiúknak, hogy nekik már ne kelljen ilyen alapdolgokat kitalálni. Alapban egy direktben vetett árpa volt, tehát itt már nem volt tavaly ősszel talajművelés, és hát végtelenül sajnáljuk, hogy ezt itt föl kellett törnünk. Az volt a terv, hogy ebbe megkísérlünk mákot vetni, de ugye a megérkező jelentős csapadék hatására a terület megülepedett. Szeretem ezt a látványt, hogy azért egy kis szármaradvány azért még így is sikerült mutatóba fönnhagyni, ha az összeset nem is. Ha talajvédő gazdálkodást folytatunk, és nem feltétlen csak no-tilt, akkor is nagyon fontos az, hogy a szármaradvány minél inkább eredeti struktúrájában ott fennmaradhasson, és egy időálló szárat tudjunk továbbvinni. Én nem látok semmilyen változást a következő szezonra nézve, hogy sokkal magasabban tudnánk repülni. Ebbe a technológiában mi is keressük a határainkat, hogy meddig lehet előre menni. Misi, hát itt vagyunk a mákföldön. Nemhogy elvetettétek, már ki is keltek ugye a növénykék, és hát volt egy olyan komment a múltkori videó alatt, hogy nézők kifejezetten kíváncsiak hogy milyen tapasztalatokat szereztek mákkal kapcsolatban. Hát ugye az látszik, hogy maradt szármaradvány, de amikor legutóbb itt beszélgetünk, akkor még nem tudtad, hogy lesz-e plusz egy talajművelés, vagy nem, ha minden igaz lett. Hát igen, muszáj volt beavatkoznunk ahhoz, hogy egy ilyen kelést tudjunk, egy ilyen robbanásszerű kelést elérni. Persze nyilván ez a máknál ez a robbanásszerű kelés azért ez relatív, hiszen még most is kell folyamatosan, de gyakorlatilag nagyon biztató képet mutat a pillanatnyi. Hát egy állománynak lehet-e nevezni azért barokkos túlzás, de minden esetre még a betakarítás messze van. Tehát még azt hiszem, hogy gyűlni fog még tapasztalat ahhoz, hogy tényleg tapasztalatnak tudjuk majd nevezni, vagy csomagnak. Beszéljünk egy kicsit akkor a vetésről. Azért az látszik, hogy elég sűrűn kelnek a növények. Gyakorlatilag 90 dekával vetettük el, tehát nem egész egy kilóval. Gyakorlatilag ebben van tartalék, tehát ha nem jön ki mindenki, talán nem is probléma, vagy az is lehet, hogy ez az ideális körülmények, tehát hogy két csapadék közé belevetettük még egy, lehet, hogy egy nemhogy ritka, hanem még sűrű állományunk is lehet. Hogy ez a végén mit fog jelenteni, ezt majd a végén tudom megmondani. De most minden esetre nagyon biztatóan néz ki. Ugye itt említettem, hogy akkor végül lett egy művelés, de akkor ez pontosan milyen művelés volt? Ez egy kultivátorra ment? Ugye most azon a táblán vagyunk, ahol az előző felvétel is történt. Ez alapban egy direktben vetett árpa volt, tehát itt már nem volt tavaly ősszel talajművelés, és hát végtelenül sajnáljuk, hogy ezt itt föl kellett törnünk, vagy meg kellett szakítanunk mindjárt gyakorlatilag az elején. Tehát egy sekély, nehéz kultivátoros beavatkozás történt, amit
simítós hengerrel egyengedtünk, és az volt a terv, hogy ebbe megkísérlünk mákot vetni, de ugye a megérkező jelentős csapadék hatására a terület megülepedett, ugye az a jelenség, amit már több alkalommal elmondtunk, bekövetkezett, de nem alakult ki nyilvánvalóan káros tömörödés, de a hézak térfogat az csökkent, és ugyanakkor a vetőgép az előfutó kerekekkel már nem volt képes kiegyenlíteni a megmaradt, még a henger után megmaradt felület egyenletlenségeket, ezért gyakorlatilag magágyat kellett nyitnunk, tehát ki kellett simítanunk a pályát, a területet, és akkor utána tudtunk a vetőgéppel úgy rámenni, hogy viszonylag egyenletes kelést kapjunk. És akkor ugye ez a Kvernaland útnál történt, és akkor gondolom, hogy ez ilyen 12,5 centi is. 12,5 centi, itt gyakorlatilag ez biztosítja, ha éppen nem kell ki egy sor, még akkor is a mák képes ezeket lekompenzálni, de egyelőre úgy tűnik, hogy többé-kevésbé mindenhol van növényünk, és amit egy sorba vetőgép tud egyenletességet, azt meg még vélem is felfedezni, tehát egyelőre meg vagyunk elégedve itt. Ami különösen érdekes, a mulcs, ugye említettem, hogy a mi körülményeink, tehát a között a csapadék az egyszerre nagyon hasznos, vagy itt a mák szempontjából, ami szinte gyomnövény kategória, tehát hogy a víz van, akkor tulajdonképpen a felszínről is ki kell. Ugyanakkor meg, ha ez a csapadék hektikusan érkezik, adott esetben nagyobb mennyiség, vagy hirtelen, akkor ez a talaj a magas méztartalma miatt le tud cserepesedni. Ebben az esetben az egyenletes mulcs borítás az megváltás. Tehát gyakorlatilag segít a kis növényeknek az ő által hagyott kis részekben, ahol a cserép nem tudott kialakulni, ott ki tudnak kelni mellette. Most ugye erre talán kevésbé volt szükség, mert volt csapadék bőven, hál' Istennek nem hirtelen és folyamatosan, vagy egy viszonylag elhúzódóan jött. Tehát meg vagyunk ezzel elégedve, illetve hát szeretem ezt a látványt, hogy azért egy kis szármaradvány azért még így is sikerült mutatóba fönnhagyni, ha az összeset nem is. Mindjárt megyünk kalászos még hozzá árpát vetni, viszont közben ugye párhuzamosan folynak a munkaműveletek nálatok. Ugye a legutóbbi adásnak a fő témája az a kukorica betakarítás volt, és már beszéltünk a szójáról is. Ugye pont ezen a táblán voltunk kettővel előtte, ugye annak a résztek, amikor nagyon pozitívan álltál a szójához, mert nagyon szép képet mutatott. Utána viszont az időjárás, és ugye a legutóbbiban már erről beszéltünk, már egy kicsit borúsabb képet mutatott. Most meg aztán végképp, ha jól tudom. Drámáról nem számolnék be, de nyilvánvalóan az elhúzódó betakarítás, tehát ugye azért már hetek telnek el, és még mindig a szójának a fele körülbelül lábon van, ami nyilvánvalóan nem múlik el veszteségek nélkül. Tehát a kis Excel táblámban a terveket kellett módosítani, de még mindig nem tudok beszámolni, hogy milyen lesz a szójánk, de már nem vagyok annyira optimista valóban, mint amikor legutóbb ugyanitt beszélgettünk. És ebben a felülről jövő víz, meg az alulról jövő víz is benne több, van? Több szempontból probléma, tehát nyilván a csapadék is sok volt, amit a végjátékban kapott, és nem is tudtuk, hiába akartuk korábban betakarítani, hiszen még zöld szemek is voltak, tehát az utolsó kötések még ilyen zöldbab, vagy paszújszerű állapotban voltak, tehát az nem volt kérdés. Azóta meg egy-egy délután tudunk kilopakodni, és akkor belopni egy kis szóját, és aztán várunk. És ami még növeli a keserűségemet, hogy egyre inkább csökken annak az esélye, hogy talajművelés nélkül tudjunk búzát vetni, mert most már a területnek a
tartó képessége, vagy hordozó képessége, a hiába a speciális gumizás, vagy bármi, de nem is járunk már be a területre, de önmagában a kombány is hagy olyan nyomot, hogy nem biztos, hogy a vetőgép le tudja követni. Majd úgy is látjuk itt a kukoricatarlóba vetünk most árpát, hogy hát nagyon határeset a történet, az is lehet, hogy felfüggesztjük és előtte talajmunkát csinálunk, lehet, hogy nem fut végig így a dolog, de minden esetre megpróbáljuk, legyen standardünk legalább, hogy is néz ez ki, hogyha végig vittük volna, bár hogyha a mai nap tapasztalatai kedvezőek, akkor nem torpanunk meg, és akkor végig az árpát, ahol kukorica után vagyunk, akkor azt talajművelés nélkül csinálnánk szárba gyakorlatilag, a teljes szárba, sőt még tépő vagy késes hengerrel sem mentünk végig, tehát hogy minél eredetibb, minél struktúráltabb állapotában hagyjuk meg a szárat, hogy ne tűnjön el. Na hát akkor szerintem nézzük meg ezt a munkafolyamatot. Misi, hát a Mágföldön azt mondtad, hogy elkezditek a direkt vetést, és aztán majd meglátjátok. Hát egy táblával itt végeztetek is az őszi árpával kukoricatarlóba. Mit látsz? Hát ugye tavaly úgy nevezted ezt a próbálkozásunkat a cirokba, meg a kukoricába, hogy hardcore. Hát azt gondolom, hogy újra ott vagyunk, csak egy kicsit más az előélet. Ugye akkor egy viszonylag száraz ősz után voltunk, nagyon szép aranysárga szármaradványokkal, és abba vetettünk bele, és aztán a törekvéseinket ugye megkoronázta egy 9 mm-es csapadék, később aztán talán még több is, és nagyon szép kelésünk lett. Most ellentétes az előjel, tehát hogy a nagy mennyiségű csapadék az gyakorlatilag az elővetemény a kukoricának, a életciklusának a legvégén érkezett, és gyakorlatilag ezután a 130 mm után kezdtük el a betakarítást, a kukoricának a betakarítását, ami hát így vagy úgy szó szerint is hagyott nyomokat a talajon. Ez okoz most nekünk fejtörést, hogy bele tudjuk-e tenni a magot vagy nem. Nem azért, mert nem elég nehéz a vetőgép, vagy nincs elég csorosztja nyomásunk, annyira nagy problémák nálunk nincsenek a talajjal, hanem a felszín egyenletességgel vannak problémáink, és ez a vetőgép típus, ami mulcsvetőgép ként is tud funkcionálni más típusú tárcsasorral, ez gyakorlatilag ennek a vetősínje is, meg a tárcsák gerendeje is, ez egy merev, kevésbé követi a talajfelszínt, és a felszín egyenetlenségeket, mert a felszínt az jó követi, hogyha egyenes, de az egyenetlenségeket kevésbé, és ezért lehet határeset, hogy esetleg tudjuk-e csinálni, vagy nem. Amit eddig tettünk, én úgy látom, hogy ez fölvállalható, nyilván kompromisszumokkal, lehet, hogy egy kis hengerezéssel még itt ki kell egészíteni, hogy esetleg megpróbáljunk minden magot betakarni, de a mai nap megyünk tovább egészen, míg úgymond a határainkba nem ütközünk, tehát ahol nem túl sok lesz a nyitott mag, árok, vagy esetleg nem tud elővágni a tárcsa, akkor nyilván abba hagyjuk, de ez egyelőre még nem okozott olyan látványos problémát. Annyiban más a tavalyihoz képest még a helyzet, hogy a szármaradvány a csapadékok hatására jobban itt maradt, megőrződött, illetve mi nem daraboltuk fel késes hengerrel, hanem eredeti állapotába hagytuk a tarlót, és talán ez a hardcore jelleg ez ennek is köszönhető. Most a vetőgéppel azt látom, hogy egy kicsit úgy bele is tömtük a szárat, csúhélevő maradványokat, ami ad arra
egy kis biztatást, hogy ez maradni is fog, és majd láthatjuk, hogy ez milyen jó képet fog mutatni jövőre, illetve hogyha átmegyünk a napraforgó tarlóra, ott ugye majd megnézhetjük, hogy az elvetett őszi búza környezetében ott van értelemszerűen a napraforgó, amit szintén nem zúztunk, és meg lehet még találni a rostakaró növénynek a maradványait és az árpaszalmát is. Ezek így összeadódva már kirajzolják annak a korhanynak, vagy nevezhetjük talán rugainnak is, ami azt a no-till jelleget kezdi fölvenni, amit keresünk egy ilyen átállásnál. A talajvédő gazdálkodást folytatunk, és nem feltétlen csak no-tillt, akkor is nagyon fontos az, hogy a szármaradvány minél inkább eredeti struktúrájában ott fennmaradhasson, és egy időálló szárat tudjunk továbbvinni. Ugye itt a napraforgó táblánál, amit említettél, ez akkor ugye gyakorlatilag az őszi árpától megindulva végig direkt vetés volt. Így van. Egészen mostanáig a búzáig, ugye egy takarónövény, illetve ugye egy napraforgó. Tehát két főnövény és egy takarónövény. Gyakorlatilag annak a szára már egyben látható ott, és ez egy nagyon jó képet mutat, meg biztató képet. Hogyha visszatérünk gondolatban ugye ide a kukoricatarlóra, akkor itt egy picit a jövőévi technológia, ami a fejedben van, az nem tudom mennyiben tér el mondjuk, ami mögöttünk van. Ugye mindig mondtad, hogy azért itt egy alacsony röppájátok volt, viszonylag keveset tettetek bele ugye egy-egy kultúrnövénybe, mert hogy ilyen a gazdasági helyzet. Most ezúttal hogyan indultok? Itt például milyen magnorvával vetettetek? Hát ez gyakorlatilag 200 kiló per hektár, ez egy olyan 4 millió körüli. Ezzel vetünk, ugye magunknak állítjuk elő a vetőmagot, tehát ez önmagában is egyfajta takarékos hozzáállás, tehát első fokról magunknak szaporítunk, és hogyha valóban első fokot kapunk, akkor nekünk biztosak lehetünk abban, hogy másodfokunk van, és ezt fontosnak tartom. Egyébként én nem látok semmilyen változást a következő szezonra nézve, hogy sokkal magasabban tudnánk repülni ezt a pályát. Nyilván egyrészt korlátja az adottságaink, tehát az aszály érzékenység az egy nálunk komoly üvegplafon, hát illetve a maga a közgazdasági helyzet is a terményeknek az ára nagyon magas input költségeket nem enged meg, és lehető legkevesebb egyéb befektetést próbálunk eszközölni. Ugye a műtrágya az egyben kerül kiuttatásra itt a vetőmaggal. Igen, ez a gép már alkalmas arra, hogy a mi életünkbe is be tudjon gyűrűzni. Ez a vívmány gyakorlatilag közvetlen a mag mellé, a magárok aljába tesszük bele a műtrágyát. Tavaly is ez már így volt, és jól működött, nem volt fitotoxikus, vagy legalábbis az a dózis az nem volt fitotoxikus. Korábban vagy a magágyba, vagy hát még a 20 évvel ezelőtt a régi, talán 80-as években idegződése szerint, akkor pedig ugye a legmélyebb művelettel kevertük be a teljes felszínre, most pedig közvetlen a mag mellé tesszük. Egy picit még beszéljünk akkor a vetőgépről, mert hogy ugye itt a gépparkotokból a kúsvoltrát már azért elég jól megismerték a nézők, most is ugye ez kezeli, működteti a mögötte lévő Kvernaland Udrill vetőgépet. Hát ebből kifolyólag feltételezem, hogy itt is a digitalizációt azért ki tudjátok használni a vetés során is. Hát ugye nem az én erősségem a digitalizáció, de a fiaim ebben nagyon sokat segítenek nekem, hogy ez a magas digitalizáció és a szakma tudjon találkozni. Most is ugye Boldizsár kezeli a gépet, ugye a kisebbik fiad. Igen, igen.
alapvetően a korábbi évek gyakorlatához képest a tábláknak a szegését utólag végezzük, tehát ezek a tárcsák is jobban alkalmasak arra, hogy belevágjanak már a taposott földbe, és így gyakorlatilag egy kemény ágy puhatakaró a forgókba is ki tud alakulni a mag számára, vagy a mag talaj kapcsolatban. Akkor értelemszerűen az átfedéseknek a csökkentésére ugye használjuk a section control-t, tehát elzár a vetőgép, amikor a szegőhez odaérkezik, ugye ahogy előbb említettem már előre, tudjuk a tábla körvonalából, hogy hol van ez, és előre elkészül a táblának a közepe. Alkalmas lenne a változó dózis használatára is, azonban egyelőre még nem találjuk azt a pontos modellt, ami alapján meg tudnánk ezt becsülni, hogy magnorma és tápanyagot hogy tudnánk minden évben előre megjósolni. Úgyhogy ezeket a vívmányait pillanatnyilag nem használjuk ki a gépnek, meg hát eleve ilyen a funkciók, hogy látjuk, hogy mennyi üzemóra, mennyi területet vetett, mennyi mag, mennyi műtrágya fogyott, vagy van esetleg a tartályban. Nyilván ez a tervezése és a dokumentáláshoz is fontos, illetve ki van egészítve mind az erőgép, mind a munkagép egy ilyen identifikálási rendszerrel, tehát a traktor és a vetőgép, traktor és minden munkagép fölismeri egymást, és onnastól kezdve egy ilyen flotta követő rendszerben gyakorlatilag gyűjti a traktorról egyébként kivehető adatokat is, tehát mondjuk motorfordulatszám, vagy olajnyomás, vagy vízhőmérséklet például, illetve gyakorlatilag, hogy milyen az adott munkához milyen vetőgép volt csatlakoztatva, és kiült, kivezette a gépet, tehát a statisztikákat is tudunk vele készíteni. És erről már nagyon sok szó esett, úgyhogy tényleg csak megemlítem a nézők felé, hogy ugye a Kúsvaltra esetében ugye guminyomás szabályozás van, itt is jól látszott, hogy gondolom ezen a 0,8 bar körüli nyomással haladt a vetés is, ami ugye kifejezetten fontos itt direktvetés, no-till, mint-till körülmények között. Sőt, hát a félig függesztett körülmények, vagy a félig függesztett gépet még tele tartállyal is, tehát le tudjuk engedni 0,6 bárra, és igényli is, mert egyáltalán akkor, tehát 0,8-nál nagyon szemmel látható különbség sincs. Igazából, tehát 0,6-ra, amennyire lehet, le vannak engedve. Tehát nem is 0,8, hanem 0,6. 0,6. Ugye függesztett eszközöknél ott inkább a 0,8 az is kérdés, hogy van-e frontsúly, vagy nincs, és akkor mi mennyi van elő, mennyi van hátul. De egyébként, ami egy óriási előny, hogy ahhoz a gumitípushoz, vagy gumimárkához létezik egy online tervező. Tehát beírjuk, hogy mennyi a tengely nyomás, és visszakapjuk a telefonunkra, vagy az alkalmazás megmutatja, hogy hány kilométer per óráig, mennyire kell, vagy mennyire engedhetjük le a kereket. Tehát nem is feltétlen magunktól kell ilyen bölcsnek lennünk, hanem kapunk hozzá ilyen gyári támogatást. Na hát tényleg azt gondoltam, hogy mindent kiveséztünk itt a guminyomással kapcsolatban, de ebbe a részbe is maradt egy kis plusz info a témát illetően. És akkor némiképp a mai beszélgetésünket összefoglalva, akkor két teljesen különböző évadindítás van itt a kalászos direktvetése kapcsán, és hát aztán meglátjuk, hogy mit hoz, de ugye akkor egy viszonylag ideális időben sikerült a vetés, most kevésbé ideális időben sikerült a vetés, de erre szokták azt mondani, hogy egy év nem év a mezőgazdaságban. Hát talán az optimumból nem csúsztunk még ki egyáltalán, hiszen október közepe van. Inkább azt mondom, hogy a talaj körülmények, illetve kihívások mások. Egy kicsit talán erőltetett most ez, de nyilván ebbe a technológiában mi is keressük a határainkat, hogy meddig lehet előre menni. Tavaly egyébként árpát
ettől egy hónappal később lényegesen rosszabb körülmények közé vetettünk, és gyakorlatilag az egyik legjobb árpa lett, tehát majdnem közel 10 tonnás árpa, tehát pedig őrületes körülmények voltak, és még mit tudom én, január legelején nem is látszott, hogy lesz árpánk, vagy nem lesz, ennek ellenére mondom, az egyik legjobb termésű terület volt, meg adottságú lett. Most egy kicsit ezt előrébb hozzuk, összességében a körülmények nem rosszabbak, mint akkor voltak, sőt talán jobbak. Nyilvánvalóan szívom én is a fogam, mert én szeretek, hogyha minden mag pont olyan pozícióban van, ahogy én azt megálmodtam, ha már egy ilyen drága vetőgépet veszek, akkor szeretném oda tenni. Hát ennek most azért nyaldossuk a határait, vagy keressük itt is a határokat, de nem aggódom amiatt, hogy ebből olyan óriási probléma lenne, de ha valami adódik, hát abból is tudunk tanulni. És hát mivel ugye azt szoktad mondani, hogy ebből azért valamiféle technológiát szeretnétek csinálni, még hogyha rugalmasat is, de hát akkor ez a tapasztalat is abszolút kell hozzá. Hát így van. Én úgy szeretném átadni ezt a gazdaságot, hogy a gyerekeknek, a fiúknak, hogy nekik már ne kelljen ilyen alapdolgokat kitalálni, hanem az ő életükben megjelenő új technikákat, technológiákat kelljen adaptálni, nem pedig ezekkel a régi dolgokkal foglalkozni, amit már meg kellett volna lépni adott esetben évekkel vagy évtizedekkel korábban.